Berobbantak a magyarok, de úgy is mondhatnánk, lerohanta a 2021. évi budapesti világbajnokság kabalakutyája a fina nagyszobások kiállítására érkező sportági vezetőket Dohában. Julio Maione elnök és Cornél Marculescu igazgató, valamint a katari sejkekből álló szervezőbizottság tagjai még fel sem ocsúthattak, már is ott álltak és csodálták a magyar promóciós pavilont. Amint egy 100 további kiállító irigykedve nézte, amint Marculescu elmagyarázta a helybéli hatalmasságoknak, miért példaértékű a magyarok helytállása. Különösen örvendetes volt, amikor a labdaházban helyet kapó 5 homorú tévéképernyőn megjelent a festői városkép a parlamenttel. A sportág kulcsembere pedig azt bizonygatta, hogy már pedig itt, a Dunán zajlik majd az óriás toronyugrás, éppen az országházzal szemben 2021-ben. A puli megkövetelte, hogy a vendégek összeálljanak egy csoportképre. Jó érzés volt látni az elégedettségüket. Gyárfás Tamás elnök, aki egyben a FINA alelnöke, dr. Szabó Tünde főtitkár és Hargitay András háromszoros világbajnok társaságában nem győzte elhárítani a gratulációkat. 2021-ben kell majd gratulálni, de biztató, és mindenki elégedett. Azt hiszem, a magyarok már az első pillanatban elkápráztatták itt a helyieket, mert a miénk a legszebb pavilon. A kiállítással egy időben kezdetét vette a FINA rendkívüli kongresszusa, amelyen meg annyi döntés született. Ezek közül a leginkább figyelemre méltó, hogy a 2015. évi kazanyi VB-n már a műugrásban, illetve az új nevet kapó artistic swimmingben, gyorsfordításban, művészi úszásban vegyes párosok is vetélkedhetnek. Úszásban, vízilabdában, nyílt vízi úszásban a magyarok már a világ élvonalába tartoznak. Ha időben ébrednek a másik két szakág legjobbjai, talán itt is előreléphetünk.